Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Latman Tamás, nemzetközi jogászt kapcsoljuk Brüsszelből, és már is itt a vonalba. Szép jó reggel, Tamás! Jó reggelt kívánok! Ezekben a percekben is háború van a Közel-Keleten, de egy nagyon érdekes dolog történt. Tegnap sikerült beszélnem egy Magyarországon végzett palesztin orvossal, aki Gázában szolgálja a népét, és ugyanakkor beszéltem egy izraeli orvossal is, aki úgy szintén Budapesten végzett, és ő Tel Avivban doktorkodik. Kérdésemre válaszolva elmondta, hogy akkor, amikor ő az utcán van, vagy éppen mentőzik, és hogyha egy terroristát ártalmatlanítanak, de még életben van, akkor bizony ő az esküje szerint azt gyorsan el is látja, és mindent megtesz azért, hogy életben maradjon. Ám tanult palesztin barátunk nem így módon viselkedik, illetve nem vennék, hogy finoman fejezzem ki magam, jó néven tőle, hogyha elkezdené az elrabolt izraeli foglyokat megmenteni. A nemzetközi egyezmények talán orvosokra, vagy az ő lelkiismeretükre nem aktuálisak? Az a baj, hogy itt egy több évtizeden azért viszonylag jól látott jelenséget írnak le ezek a megfigyelések is itt most. Nevezetesen az, hogy ebben a nagyon régóta, évtizedek óta húzódó konfliktusban azt láthatjuk, hogy az egyik fél, jelesül a palesztin oldalon működő különböző fegyveres szervezetek, amelyeket ugye különböző terrorista csoportok formájában, terrorista csoportnak tekintünk, hiszen általában nem teljesítik azokat a jogszerűségi vagy jogi kritériumokat, amik ugye a jogszerű hadbanállása, úgynevezett kombattán státusz feltételeihez szükségesek. Nem csak ez az, ami jogellenes az ő oldalukon, hanem gyakran a megoldásaik is jogellenesek. Az, hogy sebesülteknek elsősegélyt kell nyújtani a lehetőségekhez képest természetesen, az egy közös jogi kötelezettség, amire mindenkire nézve vonatkozik. És azt láthatjuk, hogy a különböző palesztin terrorszervezetek évtizedek óta a nemzetközi jog hadviselésre, harctevékenységekre vonatkozó szabályait, ha egyáltalán, akkor is csak nagyon szelektíven alkalmazzák. Mondom, ez egy sok évtizedes tapasztalat, tehát az, hogy most is ez a, most egyre nevezzük műveletnek, amit a Hamasnak betudunk, amit a hát Hamas végrehajtott. Ez most már nem művelet, ez most már háború minden szempontból. Igen, de most a háború keretében ez a művelet, aminek az első lépéseket láthattunk, hogy nyilvánvalóan és egyértelműen civilek ellen irányul az a célpont, hogy ők túszokat ejtsenek, nem pedig az, hogy valamiféle mondjuk izraeli katonai célpontot semmisítsenek meg, és katonai előnyre tegyenek szert, hanem túszokat szednek, akikkel nyilván politikai céljaik lesznek a következő időszakban. Hát ezek a tevékenységek, ezek semmilyen módon nem illeszthető a jog által szabályozott harctevékenységek körében. Arról nem is beszélve, hogy a cári Oroszországot emlékeztetnek, amikor egyszerűen, ahogy a történelemből értesültünk, pogromokat hajtanak végre, utcán emberek nyakát metszik el, csecsemőket fejbelőnek. Valahogy ezbe a századba ilyet már nem illik tenni, hogy finoman fejezem. Nem csak, hogy nem illik, hanem ezek a szabályok, ezek már viszonylag stabilan kialakultnak, és mindenki által elfogadottnak tekinthetőek. Most ezek a cselekmények, amennyiben egy... Ezek háborús bűnök már. Bocsánat? Ezek már kimondottan háborús bűnök. Igen, és hogyha ez egy ilyen cselekmény, egy ilyen cselekmények egy klasszikus államközi fegyveres konfliktusban kerülnek elkövetésre, akkor ott az nem vitatott mind a két félnek a megítélése, hogy hogy ítéli meg ezeket a cselekményeket, és hát ezeket például különböző nemzetközi büntetőbírói fórumokon is láthattuk már az elmúlt 20 évben, hogy ezek megjelennek. Az államok saját belső büntetőjogi fórumairól nem is beszélve, most ehhez képest azért azt láthatjuk, hogy a palesztin oldalon ilyen jellegű központi akarattal, szándékkal, stratégia részeként elkövetett bűncselekményeknek, de igazából nem látjuk azt, hogy maga a palesztin hatóság bármilyen állami struktúrája, vagy jogi büntetőjogi struktúrája fellépne ezekkel szemben.
Na de a Hamas az nem az égből lepottyant, a gázai lakosság megszavazta őt, tehát valamilyen formában azok ott vannak. Igen, de nem vagyok benne biztos, hogy ezt ilyen határozottan kijelenthetjük, hogy a gázai lakosság egyébként ilyen jellegű cselekmények végzésére is felhatalmazta ezeket az embereket, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem. És hát azért hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy például a Gázában, ugye ugyanez a Hamas egyébként nagyon régóta üldözi azokat a palesztinokat is, akik az ő terrorjával szemben akár a helyszínen nagyon régóta különböző tiltakozásokkal meg egyebekkel fellépnek, tehát azt azért nem feltétlenül szerencsés gondolat, hogy egy még valamilyen módon megválasztott politikai társaságnak az összes cselekményét megpróbáljuk betudni annak a közösségnek, ahonnan ők kiemelkedtek, hiszen ezzel az erővel ugye a magyar államot érő mindenféle uniós szankciók, meg minden egyebek, amikor a kormány miatt kap az állam a fejére, tehát azra is azt mondanánk, hogy azt kellene mondani, hogy minden magyar megérdemli, amit kap. Szerintem ezzel nagyon sokan vitáznának. Itt is azt szeretném mondani, hogy azért a helyi társadalom egy kicsit komplexebb annál, mint amit gyakran látunk. Én ezzel nem azt akarom mondani, hogy semmilyen felelőssége senkinek egyébként nincsen, mert egyfajta politikai felelősség nyilván van, de ne kövessük el azt a hibát, hogy egyenlőségre teszünk a Hamas és mondjuk a Gázában élő palesztin civilek közé. Jó, akkor menjünk tovább. A mostani cselekményekhez fegyverek kellettek, ezek nem házi készítményű fegyverek, ezeknek a fegyvereknek többségének származási országa Teherán, Iránból érkeztek. Most, hogy az amerikaiak mindenféle könnyítést tettek az iráni kormánynak, a régen befagyasztott számlák nagy részéhez hozzá tudtak jutni. Nem lehet felelősségre vonni őket, vagy a régi ősi közmondás fog életbe lépni, hogy egy kígyót úgy kell megsemmisíteni, hogy a fejénél fogva. Nagyon érdekes ennek a konfliktusnak az összes nemzetközi összefüggése. Ugye ez azért is érdekes, hogyha ezt a kérdést megnyitjuk, amit egyébként szerintem meg is fognak nyitni a következő időszakban, és nem véletlen, hogy erre a konfliktusra, vagy ennek a megindulására ilyen körülmények között került sor, hogy érdemes ezt egy nagyon tágabb kontextusba is helyezni, nem elfelejtve azt, hogy nem olyan régen ugye a Hamasznak a vezetői hivatalos látogatásokat tettek Teheránban és Moszkvában, és ugye Oroszország és Irán között is van egy feszült helyzet, tehát én ezt egyelőre nem látom teljesen véletlenszerűnek, hogy ezek a nemzetközi kontextuális elemek így mozognak egymáshoz képest. Tehát ez biztos, hogy meg lesz nyitva a következő hónapban, és hogy azt is érdemes ilyenkor hozzátenni ehhez, hogy igen, ezeknek az eszközöknek jelentős részének a forrásországa Irán, de azt, hogy ezek bejutnak mondjuk a gázai övezetbe, ez mondjuk, ehhez kell mondjuk egy egyiptomi közreműködés is, és én a magam részéről azt továbbra sem akarom elhinni, és nem is fogom elhinni, hogy mindez a felhalmozás úgy történt az elmúlt hónapokban, vagy elmúlt egy-két évben, vagy akármennyi időszak, hogy arról az izraeli hírszerzés ténylegesen ne szerzett volna tudomást. Úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben még azért lesznek meglepetések, amit fogunk hallani a következő időszakban. Hát mindahogy az 1973-as Jankiperi háború után is voltak ágránátféle vizsgáló bizottságok, ez sem kizárt, hogy itt majd nem lesznek vizsgáló bizottságok mindkét oldalon. Egyelőre a lakosság szinte kijárási tilalom alatt van, 72 órára megfelelő élelmiszert és folyadékot és használati eszközöket kellett, hogy vásároljanak, és a háború megindult, és ha jól értem, akkor ez egy megsemmisítő háború, ami akár hetekig is eltarthat. És az, ami mindenképpen aggodalomra ad okot, amikor ennyire elvadulnak a politikai viszonyok, és egy fegyveres konfliktus keretében is ennyire elvadulnak a politikai viszonyok, hogy nem világos az, hogy mi lesz a következménye a következő időszak hadműveleteinek, katonai műveleteinek, akár izraeli oldalról is. Ugye ezt tudjuk, hogy az izraeli-palesztin konfliktusban, ami Izrael szempontjából egy nagyon komoly problémát szokott jelenteni, az ugye a másik oldalon a civil áldozatoknak a mennyisége. És azt is tudjuk, hogy ez egy hadviselési módszer a palesztin oldalon,
lett legyen akár még politikai vagy fegyveres szervezet, aki ezt a konfliktust éppen fölvállalja. Tehát itt a következő időszakban én attól amiatt aggódom egy kicsit, hogy a civil áldozatoknak a száma nagyon jelentős mértékben fog nőni az izraeli katonai műveletek hatásainak. Már csak azért is, mert ugye megint a palesztin oldalon azt látjuk, hogy direkt belehajtják a civileket olyan veszélyes helyzetekbe, aminek eredményeképpen civil veszteségek fognak keletkezni. Tehát Izraelnek is nagyon kell arra figyelni, hogy a következő időszak katonai műveleteinek, a civil áldozatainak a száma ne legyen olyan magas, és fel kell készülnie arra, hogy a politikai kommunikációs téren ezt ellene fogják fordítani. Ugye tudjuk, hogy Izraelnek a nemzetközi kapcsolatokban való viszonyai elég feszültek évtizedek óta pont ezért. Tehát ezek a kihívások most nagyon komolyan fognak mutatkozni az izraeli kormányzat számára. Önnek általában igaza szokott lenni, de abban a pillanatban, amikor csecsemőknek, idős embereknek a nyakát nyisszantják el, amikor a cenzúra idáig még nem engedélyezte a pontos számok közlését, amikor külön segítség kell az áldozatok eltemetésére, amikor egy fiataloknak rendezett koncerten mészárlást tartottak, akkor engedtessék meg, hogy elég az, hogy a palesztin lakosságot figyelmeztette az izraeli hadsereg, hogy akkor talán álljanak odébb, hogy élve ezt megússzák. Egy gyereknek a meggyilkolását azt megbocsáthatatlan bűnként kezeli mindenki a világon. Igen, és egyébként a hadviselés joga ennyit is követel meg a hadviselő felektől, jelesül például Izraeltől, hogy ilyen műveletek esetében ezt az előzetes figyelmeztetést tegye meg. Ezzel ellentétben a másik oldal kórházakat használ védőpajzsnak és iskolákat. Ez így van. Jelen pillanatban a nyugat, a nagybetűs nyugat még Izrael pártján áll, és azt állítja, hogy Izraelnek joga és kötelessége megvédeni polgárait, és megtisztítani saját országát a terroristáktól, és a behatolási lehetőségeket is megszüntetni. Az idő majd kiderül, hogy kinek van igaza. Jobb lenne, ha minél kevesebb áldozattal követelne ez a háború, mert ez már nem akció, de ahogy a tegnap a vezérkari főnök nyilatkozta egy késő esti sajtótájékoztatón, nem emberekkel állnak szembe, és nem emberekkel, nem emberi módon kell elszámolni. Igen, ez egy katonától érthető kijelentés, jogászként vannak vele problémáim, és az aggodalmam, hogy egy ilyen kijelentés, amikor egy ilyen nagy politikai szinten elhangzik, az előlejelzi, vagy mintha előlejelezni azt, hogy itt egy olyan katonai műveletre kerül sor ezek után, aminek során mondjuk az alkalmazandó jogszabályokat nem kívánja tiszteletben tartani az egyik fél. Ilyen kijelentések modern politikai kommunikációval általában semmi jót sem jelentenek egyébként sem. Azt azért rögzítsük. Én tökéletesen egyetértek azzal, hogy ezek a bűncselekmények, amiket elkövettek ezek a személyek, ez természetesen ezek bűncselekmények, ezek megfelelő megtorlást igényelnek különböző büntetőeljárások és egyebek formájában. Vagy hogyha valaki konkrétan fegyverrel áll szemben, mondjuk az izraeli fegyveres erőkkel, akkor az teljesen jogszerű, hogyha ő meg is hal ebben a konfliktusban. De azt nem mondjuk és azt ne higgyük, hogy ezeknek a személyeknek a tekintetében semmilyen alkalmazandó jog ne lenne, mert ezek a személyek, még a terroristák is, azért emberi lények, és emberként azért bizonyos szabályok vonatkoznak arra, hogy egy állam, egy közhatalmi struktúra hogyan bánhat velük. Harcban megölni lehet, amennyiben olyan... Lakótelepeken bekopogtatni az ajtón, és ha nem nyitják ki az ajtót, begyújtani, majd utána lemészárolni a lakókat. Ezt megcsinálni lakótelepekkel, táncoló fiatalokkal megint csak nem illik, hisz a harctéren is vannak illemtani szabályok. És ugye az elfogott terroristának is annyiban vannak jogai, hogy például tisztességes eljáráshoz való jog, és minimális eljárási garanciák, és minden egyéb. Tehát ezek a harcok... Elrabolni nyugdíjasokat, akiknek orvosi kezelésre van szükségük, vagy csecsemőket fél méterről fejbe lőni, nem véletlenül a náci Németországra emlékeztetik az embert? A náci Németországra is, meg még nagyon sok más konfliktusra, ahol ilyen embertelen bűncselekményeket elkövetnek, az nem kérdés, hogy ez bűncselekménye vagy nem. Kérdés az, hogy az ilyen bűncselekmények elkövetőivel szemben egy jogállam valóban a jogállami keretek tiszteletben tartásával tud-e eljárni. Én azt gondolom, hogy Izraelnek erre megvan a képessége, és nagyon remélem, hogy nem dönt úgy,
hogy ezeket a képességeket nem fogja gyakorolni a következő hónapokban. Bízunk benne, embernek születtünk, emberként kell viselkedni is, de ezt várja el az ember az ellenségtől is. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és bízom benne, hogy érdekesebb dolgokról fogunk legközelebb beszélni, habár az előrejelzések szerint és az izraeli közlés szerint ez egy hosszabb lélegzetű, nem katonai akcióról, hanem egy háborúról van szó. Kedves nézőim, a pontos idő 8 óra, az elmúlt negyed órában dr. Lantman Tamás egyetemi tanár, nemzetközi jogász volt stúdiónk vendége, akit visszavárunk. Most viszont következik egy objektív híradó, tartsanak velünk, és hogyha építőjellegű véleményük van, arra is kíváncsiak vagyunk. Híradó után jövünk vissza.